Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Anyagi és jogi segítséget is nyújt az önkormányzat a Kontiból kirúgottaknak. Gazdára találtak az adventi adománygyűjtés utolsó csomagjai. Az olvasás nagyköveteletben Benkéné Sándor Barbara. Mint arról már eheti híradónkban beszámoltunk, a Continental Gumiipari Vállalat Makói telephelyén zajló tömeges leépítések megállítása és a munkavállalók jogainak megvédése érdekében fellép Makó város önkormányzata. Lázár János már nem először áll ki a multinacionális cégekkel szemben és a dolgozók mellett. A mai napon az országgyűlési képviselő kezdeményezésére egy rendkívüli testületi ülés keretében aláírták azt az együttműködési szerződést a Makói Gumiipari Szakszervezettel, mely az elbocsátott dolgozóknak jogi segítséget és anyagi támogatást nyújt. A Makói Gumiipari Szakszervezet korábban azzal kereste meg a város vezetését és az országgyűlési képviselőt, hogy a munkavállalók érdekében tett kezdeményezéseiket nem tudják érvényesíteni a vállalat vezetésével szemben. Mint ismeretes, később megszületett egy mindkét fél számára elfogadható kollektív szerződés, azonban ezzel párhuzamosan drasztikus leépítési hullám kezdődött meg a gyárban. 2021-ben 200 munkavállalótól váltak meg, a jövőben pedig több száz dolgozó munkaviszonya szűnhet meg. Mindezek mellett a termelési problémáiból adódóan a Makói önkormányzat költségvetésében 200 millió forintos kiesés keletkezett. Mint az a mai napon elhangzott, ezeket a dolgokat nem nézheti tétlenül a város vezetése tovább, így Lázár János javaslatára a két fél között aláírásra került egy együttműködési szerződés. Az együttműködési megállapodás nem csak abban tartalmaz együttműködést, hogy folyamatos tájékoztatást kapunk a szakszervezet részéről, amelyeket közösen országgyűlési képviselő úrral, illetve az önkormányzattal mérlegelünk és igyekszünk segítséget nyújtani, akár jogi, akár anyagi segítséget, hanem azt is tartalmazza, hogy a szakszervezet részére kifejezetten egy elkülönített keretösszeget az elkövetkezendő évekre és ebben a fél évben a jogi képviseleti összegre vonatkozóan támogatásként adunk át. Az együttműködési megállapodás mellékletként tehát egy támogatási szerződést is tartalmaz, 4 millió forintos keretre vonatkozóan. Ezen felül 100 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást kapnak azok a dolgozók, akiket július 1-je után küldtek el, és ez december 31-ig kérvényezik. Mint megtudtuk, kedd óta 23-an jelezték ez irányú szándékukat, de évvégéig több százra is nőhet ez a szám. A rendkívüli testületi ülésen Lázár János 20 éves politikai tapasztalatait összegezve leszögezte, hogy a politikában kétfajta politikus van. Az egyik oldalon azok állnak, akik a globalizációban hisznek és a nagyvállalatoknak dolgoznak, direkten vagy közvetetten. Ők azok, akik számára nem a választópolgárok, jelen esetben nem a munkavállalók a legfontosabbak. A másik, melyet ő maga is képvisel. Akár minimálbérről, rezsicsökkentésről, munkavállalói érdekképviseletről, vagy fogyasztói érdekképviseletről, és ez az oldal kész és képes szembeszállni a multikkal, nagyvállalatokkal, legyen szó akár ipari vállalatokról, élelmiszerláncokról, vagy éppenséggel képes nemet mondani mindenféle globalizált vagy internacionális törekvéseknek, akár induljon keletről, vagy akár induljon nyugatról. Én olyan politikus próbáltam lenni, és próbálok a jövőben is, aki mindig az emberek oldalára áll, azokban a vitákban, amikor például egy munkaadó és a munkavállaló között alakul ki egy nagyon súlyos konfliktus. Ennek jegyében, mint fogalmazott, amikor tudomására jutottak a Continentalnál történő dolgok, leült a szakszervezet képviselőivel, majd az önkormányzathoz fordult, végül kérte a kormány segítségét. Palkovics László miniszter létre is hozott egy találkozót a cég vezetőivel, aminek köszönhetően a jövőre nézve születtek megoldások. Egyrészt a gumiipari cég megerősítette szándékát, miszerint megpróbált több megrendelést szerezni és törekedni az ökkenőmentes gyárát alakításra. Másrészt bejelentették, hogy az elkövetkezendő fél évre felfüggesztik az elbocsátásokat. Mindemellett a kormány elszámoltatta a vállalatot, és a korábban támogatásként nyújtott pénzösszeget visszafizettette vele, mivel nem teljesítették a vállaltakat. A szakszervezet részéről Radics Gábor elnök örömét és köszönetét fejezte ki azért, hogy nem hagyják a dolgozókat magukra. Összesen 1000 tartós élelmiszerből és tárgyi felajánlásokból álló csomagot osztott szét a makói rászoruló családok között az Angyalsóhaj Alapítvány. Az adománygyűjtő akcióhoz magánszemélyek és vállalkozások is csatlakoztak.
Az alapítványnak a megalakulásuk óta a legtevékenyebb időszak az advent. Ilyenkor minden lehetőséget megragadnak, hogy adományokat gyűjtsenek a rászoruló családoknak, ezzel is szebbé téve a szeretet ünnepét. Az idei esztendőben november 17-én indult útjára akciójuk, mintegy 20 makói üzletbe helyeztek ki dobozokat, így bárki hozzájárulhatott a kezdeményezéshez pénzbeli támogatásával is. A szervezet advent első vasárnapján megtartotta a hagyományos sütemény vásárát, valamint több héten keresztül gyűjtötték a tárgyi adományokat a makói Figyi Káfé Manó műhelyében. A kiosztott felajánlásokat Varga Márta kommunikációért felelős kuratóriumi tag összegezte. 460 adag melegételt osztottunk ki az elmúlt napokban egészségügyi intézményekben és önkormányzati intézményekben dolgozóknak. Ezen felül pedig húsadományt tudtunk 50 családnak eljuttatni az adventi időszakban. További felajánlás is volt, amiből tartós élelmiszereket tudtunk vásárolni két nagy családnak, erről is beszámoltunk már, tehát gyakorlatilag az advent már adakozással telt. Farkasi Erzsébet polgármester kiemelte, az elmúlt két év jó példa arra, hogy a bajban mekkora összefogásra képes egy közösség. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy 2021-ben összesen 1000 adománycsomagot tudtak szétosztani a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény és a Makóváros Önkormányzat hatósági csoportja által javasolt rászoruló családok között. Ezen felül több millió forint pénzadomány is beérkezett az alapítvány számlájára. Ezeket egyrészt az itt jelenlévő ajándékcsomagokra fordítottuk, másrészt pedig január hónapban még további adományosztás lesz ezzel kapcsolatosan, illetve a Makón lévő COVID-árvák, COVID-félárvák számára is szeretnénk majd még pénzbeli juttatást eljuttatni. Mindemellett nagy vállalkozók felajánlásának köszönhetően január hónapban még tűzifaosztásra is sor fog kerülni. A polgármester továbbá megköszönte a makói gazdáknak, hogy termény adományaikból 140 csomagot állítottak össze, melyeket a közfoglalkoztatottak között osztanak majd szét. Emellett gondoltak a városban tevékenykedő civil szervezetekre is. Többek között tartós élelmiszerből és játékokból álló csomagot vetett át az Évfolyész, az ASZTA, a Makói Nagycsaládosok Egyesülete, továbbá a Pápai Endre Oktatási Intézmény igazgatója. A tavalyi évben is, és ebben az évben is nagy öröm számunkra, hogy az alapítvány támogatja intézményünk tanulóit, ugyanis a mi intézményünkben járó gyerekek többségében hátrányos helyzetűek. Úgyhogy a csomagok egy része az általános iskolásoké lesz játékok, a másik része a szakiskolásoknak tartós élelmiszercsomag. Úgyhogy én is nagyon szeretném megköszönni az adakozóknak, azt, hogy gondoltak ránk is. Hagyomány már az alapítványnál, hogy minden évben meccénás díjjal jutalmazza azokat, akik nagyban hozzájárulnak tevékenységükhöz. 2021-ben Ménesi Gábort, a Szenton Kft. Ügyvezetőjét tüntették ki. Az Országos Mentőszolgálat két életmentő applikációt is kiadott, ez a Save City és az Életmentő. Nem csak a felfokozott ünnepi időszakban ajánlott ezeket letölteni és használni, hanem a hétköznapokban felmerülő esetekben is segítséget tudnak ezek az alkalmazások nyújtani. Megkönnyíthetik a mentőhívást, emellett pedig számos más hasznos egészségügyi információ is fellelhető bennük. A hideg időjárás, a téli útviszonyok és az ünnepi készülődés mind előidézhetnek olyan közúti vagy háztartási baleseteket, amikor létfontosságú, hogy időben érkezzen a szakszerű segítség. Az Országos Mentőszolgálat két applikációt is kiadott együttműködő partnereivel közösen. Ifjabb Hangai József kommunikációs munkatárs kitért a Save City alkalmazásra. Keringés megállások kapcsán rendkívül hasznos, és ennek már abszolút látjuk a hatékonyságát. Ugye néhány évvel ezelőtt mértük ennek a hatékonyságát, és azt tapasztaltuk, hogy megduplázódott a helyszíni sikerességeknek a száma, tehát kétszer annyi betegnek sikerült visszahozni a keringését azáltal, hogy a Save City alkalmazásra reagált önkéntes segélynyújtó, és elkezdte a mellkas kompressziókat. Persze ezen kívül ugye fejlesztve volt a mentésirányításnak, illetve a kivonuló állománynak is az informatikai háttere, illetve a mentés irányítás folyamatosan vonalban maradt a bejelentővel és diktálta az újraélesztés lépéseit. A másik az életmentő applikáció, ami egyetlen gombnyomással lehetővé teszi azt, hogy a bajba jutott vonalba kerüljön a mentés irányítóval. Ezen túl pedig az előre betáplált információkról egy digitális csomag formájában értesülnek a hatósági szervek. Ezáltal a mentés irányító bajtársak látják azokat a beteg adatokat, amiket a beteg előre betáplált ebbe az applikációba.
Itt a cukorbetegségtől a kezelt betegségeken át, a gyógyszerérzékenységeken keresztül tajszámig minden releváns információt előre be lehet programozni. Meg lehet adni az applikációban, és azt a mentésirányítást látni fogja, amikor segélykérő hívás érkezik hozzájuk. És a mentő úgy érkezik a helyszínre, hogy ezekkel a releváns információkkal tisztában van a mentőegység. Ezen kívül az alkalmazás tartalmaz első segélynyújtási ismereteket, de több adatbázis is található benne. Ilyen többek között a gyógyszertárak elhelyezkedése és nyitvatartása, de ezen kívül defibrillátor térkép is fellelhető. Hangai József mindenkinek javasolja az applikációk letöltését, mert életet menthetnek. Az ünnepek alatt általában kétféle bejelentés szokott befutni az országos mentőszolgálathoz. Traumás és belgyógyászati jellegűek. Legtöbbször a közlekedésből adódó vagy a fa befaragásakor szenvedett szerencsét, illetve a főzéskor keletkező égési sérülések a leggyakrabbak. A szakember kiemelten ejtett szót a házi patikáról, hogy érdemes beszerezni otthonra kötszert és jódalapú fertőtlenítőszert, illetve fájdalomcsillapítót is. Akik rendszeresen szednek gyógyszert, azok győződjenek meg arról, hogy az ünnepek alatt is lesz elegendő orvosságuk, ha nem, akkor érdemes feltölteni a készletet. Az Olvasás nagykövete 2021 Csongrád-Csanád megye kiváló könyvtárosa díjat Benkéné Sándor Barbarának adományozták. A Makói József Attila Könyvtár és Múzeum munkatársa a bibliotékában és a fiatalok körében végzett kimagasló munkájáért érdemelte ki az elismerést. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, valamint a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete idén alapította meg az Olvasás Nagykövete 2021 Csongrád-Csanád megye kiváló könyvtárosa díjat. Ezt az elismerést a közelmúltban a Makói József Attila Könyvtár és Múzeum munkatársa Benkéné Sándor Barbara vehette át. Mint kiderült, a kitüntetettet titokban nevezték, és nem is számított az örömteli hírre. Egy nagy meglepetés volt a részemről, akkor így napokig próbáltam így elhinni, hogy ez tényleg megtört. És gyakorlatilag ugye most két hete, hogy kiderült, és hát a két hét alatt egy ilyen szeretett burokba élt az ember, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a mindennapokat megélni, és tényleg örömünnep volt minden szinten, illetve múlt hét csütörtökön volt a hivatalos átadója a Somogyi Könyvtárban, ott pedig ugye a méltatás hangzott el, meg az ajándék, ami hozzájárt. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan gratulálnak. Ez ment ugye a közösségi oldalakon, megkerestek telefonon olyan nagyon-nagyon régi ismerősök, akikkel együtt dolgoztunk, illetve általános iskola osztálytársaim hívogatnak és találnak meg újra és újra, szóval így egy kicsit ez így fölpesdült körülöttem. A díjazott 2008-ban az akkor szerveződött kistérségi könyvtári ellátásért felelős munkatársként került a bibliotékába, és ezt a feladatot 2012-ig látta el. A méltatásból kiderült, hogy harmadik gyermekének születését követően 2015-től fokozatosan vált a tudásközpont szakmai teljesítményét meghatározó személyévé. A munkafolyamatok valamennyi területén megbízhatóan, pontosan, kiváló hatékonysággal és lelkesen dolgozik. Az állomány gondozásától a dokumentációt, beszerzésén, a feldolgozáson, illetve a tájékoztatáson keresztül az olvasás népszerűsítéséig szinte minden területen jelen van. Kiemelt feladatai közé tartozik a biblioteka népszerűsítése az ifjúsági korosztály körében. Én azt gondolom, hogy a játékosság az egyik legfontosabb dolog, illetve hogy a gyerekek szeretnek csapatba megmérettetni magukat. Először, amikor elkezdtük, ugye még a régi épületünk volt itt, akkor még mi nekünk kellett kimenni iskolánkba, akkor tematikus napokat tartottunk megzenésített versekkel, az égenerációs feladványokkal, és nagyon hangosak és nagyon bátrak voltunk, úgyhogy zengett tőlünk tulajdonképp az iskola, a középiskolánkba jutottunk ki. Most már nem kell kimennünk, hanem tulajdonképp maga az épületnek a vonzereje, és gondolom azért a több éves szakmai munka, amit letettünk az asztalra, hogy jönnek az osztályok. Így a nyolcadikosok, a kilencedikesek, az már így önjáró. Tehát tudják, hogy jöhetnek. Az ötlete nyomán valósult meg például a József Attila Városi Könyvtár új épületében az állomány tematikus családi könyvtár jellegű elrendezése. Így a diákok könnyedén találják meg a korosztályuknak megfelelő olvasmányokat. A folyamatos megújulásnak és bővítésnek köszönhető, hogy a mangák és a képregények is megjelentek a közkedvelt ifjúsági részlegen. A könyvtárban tartott foglalkozások élményei miatt a fiatalok felkeresik és használják a tudásközpontot, és be is iratkoznak.
A Makó FC NB3-as csapatának játékosai egy nagyobb adag diós és mákos beiglivel köszönték meg az egészségügyi dolgozók egész éves munkáját. Az egyesülettől nem áll távol az adakozás, ugyanis nemrégiben egy futballmeszt is licitre bocsátottak. Az egyesület fontos szerepvállalásának tekinti, hogy a város életében ne csak a sport szempontjából legyenek jelen, hanem különféle kezdeményezések mellé állva támogassák embertársaikat. Szeretnének hagyományt teremteni azzal, hogy karácsony környékén valami akcióval készülnek. Első körben az egészségügyi dolgozókat lepték meg néhány finom falattal. Hát nyilván itt a járványhelyzetben ők nagyon sokat tesznek azért, hogy itt a Makó és a környékének a közösségét ellássák. Biztos megfeszített munkával dolgoznak. Tudjuk, hogy azért az egészségükben nincsenek is olyan sokan, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a kis figyelmesség megérdemlik, illetve szerettünk volna visszaadni egy kicsit a Makó közösségének, amiért a csapatot támogatják egész szezonban. Bár a beigliket nem a labdarúgók készítették, azok felszelésében és csomagolásában kivették a részüket. Sirokmán Zoltán és Juhász Jónás mellett Babalek Zoltán is beállt a pult mögé. A csapatkapitány elmondta, hogy miért tartja fontosnak az adományozást. Ezzel a kis aprósággal szeretném megköszönni a dolgozóknak az egész éves munkájukat, ráadásul ebben a világjárványban ez még megnehezíti a dolgukat. Reméljük, hogy ezzel a kis aprósággal mindenkinek szebbé tettük, szebbé varázsoljuk az ünnepeket. Ezúttal is szeretnénk a Makó FC nevében boldog, békés, szeretetben gazdag karácsonyt kívánni. Mindemellett licitre bocsátottak egy kapusmeszt és rövid nadrágot, valamint egy a játékosok által aláírt labdát. Az így befolyt összeget a Pápai Endre Oktatási Intézmény kapja majd. Az ajánlatokat a Makó FC Facebook oldalán közzétett poszt alá várják kommentben vagy privát üzenetben december 26-áig. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Anyagi és jogi segítséget is nyújt az önkormányzat a Kontiból kirúgottaknak. Gazdára találtak az adventi adománygyűjtés utolsó csomagjai. Az olvasás nagykövetelet Benkéné Sándor Barbara. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd Társalgó című színes, kulturális magazinunk karácsonyi különkiadását tűztük műsorra. Végezetül pedig a dr. Mihálka György vegyeskar adventi templomi koncertjét láthatják felvételről. Kedves nézőink, ez volt a december 23-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb 2022. január 3-án jelentkezünk ismét friss hírekkel. Addig is engedjék meg, hogy magam és a Makói Városi Televízió egész csapatának nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánjak. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!